mennyire van, hogyha most egy afrikai ökofalúval együtt akarunk működni, akkor lehet, hogy ez az első probléma. Másrészt pedig olyan programokat is működtetnek, amelyben egy ember, mondjuk egy fiatal elmehet más ökofalvakból tanulni, tapasztalatot szerezni, és utána esetleg támogatást kap, hogy hazatérjen, és hogy gyakorlatban ültesse, mint az. És egész odáig mennek ezek, hogy például gazdaságilag ugye nem tehető össze Anglia-Afrikával, vagy éppen Romániával, vagy Svédországgal, vagy Oroszországgal. Tehát ezért például egy úgynevezett ECO-t használnak, ami egy arányt jelent, hogy például, hogyha valaki részt akar venni az Európai Ökofalú találkozón, akkor azt a értéket, amit tagsági díjként be kell fizetni, az Románia esetében mondjuk 0,6-tal be kell szorozni, vagy 0,7-tel, míg Svájc esetében 1,4-en kell beszorozni. Tehát ezt nyilván a gazdasági együttható alapján számítják ki, és rendszeresen frissítik. De tulajdonképpen ösztönzés megerősíti a globális régiószintűs helyi hálózatépítést, előmozdítja az emberi lakóhelyek átalakulását fenntartható irányba, praktikus példákkal szolgál az Agenda 21-nek a gyakorlatba ültetésére, elősegíti a közösségépítő tevékenységeket. Európa területén nincs is feltéve a térképre az összes ökofalú, például Franciaországból azt hiszem egy sincs itt említve. Franciák egy kicsit különbözködőbbek, de az az érdekes, hogy Kelet-Franciaország, Nyugat, Dél, Észak és Közép-Franciaországnak külön-külön ökofalú hálózata van. Tehát több tíz, több száz ökofalúról lehet csak Franciaországban beszélni. Én annyit nem tudok róluk mondani, mert nem ismerem a nyelvet, tehát nem, a honlapjuk sem érhető el, csak franciául. Kicsit ilyen szempontból különbözködőbbek, és nem is biztos, hogy be vannak jelentkezve az ökofalú hálózatban. Ellenben ezek a települések, amik fel vannak sorolva, látható, hogy szerte szét bármerre lehet találni ilyeneket, tehát egy világszintű térképet is lehetne készíteni hasonlóan. Ebbe, hogy érthető legyen, például az izraeli kibucoktól elkezdve az amerikai zsidó közösségekig nagyon sokféle formája van ezeknek, például az afrikai benszülött falvak is ökofalunknak tekintik magukat, de ugyanakkor egy szlovákiai hagyományőrző falu is ökofalunknak tekinti magát, tehát ezek mindig a kulturális lehetőségeknek megfelelően alakulnak ki, és nem, egyik sem hasonlít a másikra. Magyarországon több olyan is van, ami tudatos törekvésként jött létre, illetve mindegyik tudatos törekvésként jött létre, több olyan is van, ami újraélesztett új településként jött létre. Pécs környékén 6-8 ökofalú található, azon kívül nyilván Budapest környékére költöznek ki a legtöbben. Vannak ezek között olyanok, amik kulturális vonalon indulnak el, vannak olyanok, amik vallási vonalon indulnak el. Tehát ott látható az első ilyen talán a Gyűrűfű ökofalú, ami Pécs mellett a Dörögi, az ibafai hegyek között, Ibafához is tartozik a település. Ott élesztettek újra egy kivalt falut, ez volt a 70-es éveknek az egyik ilyen ökológiai szenzációja, hogy míg haltak ki a települések, ők ebben szemben újraélesztettek egy kivalt települést. A Romániában, illetve Erdélyben is elég sok törekvés található, konkrétan egy ökofalú van, Stancsa falban, ez Temesvár mellett van, amelyik be van jegyezve a hálózatban, illetve azóta itt a térképen, illetve listán rajta sincs, Déva közelében van egy, vagy Hunyad megyében valahol egy spirituális közösség, aki ugyancsak bejelentkezett az ökofalú hálózatba. Azóta még megtudtam egyet, talán Tulcsán megyében, Gyurgyu megyében. Ebből a román ökofalú az
tulajdonképpen egy 450 lakosú román szerb magyar falu, és 2000-től foglalkoznak, egy temesvári egyesület költözött oda ki, és indították különböző tevékenységeket. De tulajdonképpen 3-4 család költözött be egy meglévő faluban, és ott elkezdve olyasmit, programokat szerveznek, újraindították az iskolát, úgyhogy a kisebb osztályosok most már nem kell átjárjanak a községre, iskolába. Működtetnek egy közösségi központot, versenyeztetik a falubelieket, hogy kinek zöldebb a kertje, hagyományőrző táborokat szerveznek, például vásároltak, vagy 140 talán, vagy 70 biciklit vásároltak a falunak, amiket ők használnak, bicikli utakat is jelöltek ki, tehát ilyen szerű tevékenységeket folytatnak. Ez a magyarországi gyűrűfű, ez 91-ben kezdték újraéleszteni. 30 éve ki volt halva a falu, a TSZ idején azt mondták nekik, hogy hát túl kicsi a falu ahhoz, hogy saját istállókat csináljanak, ezért legyenek szívesek, járjanak be 15 kilométerre lopjétik a fára. És ők azt mondták, hogy hát akkor beköltöznek minden estődik a fára, tehát fogják ezt bejárni, akkor így halt ki a település. 174 hektárt vásároltak vissza örökösöktől alapítványi háttérrel. Körülbelül 7 család lakik, saját házakat építettek, és megosszák ezeket a területeket, tehát végül is bérelik ezeket, nem saját tulajdonban vannak. Valaki egy nyárat akar legeltetni, akkor megegyezik a közösséggel, hogy mennyi területre van szüksége, fal melyik részén, melyik felébe fogja ő legeltetni. Szeres település, tehát nem utcasorban rendeződik, hanem egy ősibb formában szét vannak szórva ezen a területen. Én amit ott jártam, akkor meg tudtam állapítani, hogy a közösség nem elég összetartó és nem elég együttműködő, tehát mindenki egymagában próbál megélhetést kovácsolni magának. De ezen kívül vendégházat működtetnek, erdeiskolát szerveznek, biominőségi termékeket, sajtokat, stb. Állítanak elő. Most már van egy 3 honlap itt is, gyűrűfű.hu, gyűrűfű.eu. Még egy hozzám talán legközelebb álló példát említenék meg, amit szándékomban van felkeresni. Szlovákiában van, ez egy 1990-ben egy öreges falu volt, üres házakkal, tehát jellemző arra a képre, amiben az erdélyi falvak is egy részük kerül. A másik részük a szerencsétlenebb, azt elkezdik fejleszteni, és annak még annyira kilátástalanak a végeredményei. 1994-ben megvettek egy farmot, és kezdték a népi házakat hagyományos technológiákkal helyreállítani. 8 személy számára biztosítanak 3 évig lakás lehetőséget, tehát aki be akar költözni, annak megvan az a lehetőség, hogy 3 évig használjon egy házat, ami fel tudja a sajátját építeni. Tehát ez pár családnak indulásból, mert azt jelenti, hogy az ott a 3 év alatt ők nyilván kiköltöznek onnan, és akkor további beköltözőknek adnak helyet. Ez egy eléggé bevált szokás az ökofalvak esetében, hogy egy úgynevezett tampon lehetőséget használnak, tehát ami egy ilyen zsili magyarul, ami egyrészt egy teszt is valakinek.